Kedves gyerekek, kedves felnőttek, egyszer volt, hol nem volt, Kanadában, Vancouverben volt egyszer egy fejlesztő csapat, akinek a neve kerbe rossz volt. Csináltak is egy jópofa 4X-es stratégiai játékot, Sword of the Stars, tehát a csillagok kardja néven. És gondolták, hogy ez jó. Telerakták mindenféle a stratégiai játékoknak megfelelő dologgal, és mivel űrben játszódott, mindenféle érdekes, idegen létformákkal és ilyesmivel. Aztán 2013-ban ezek a bácsik fogták magukat, és külső segítségellást Indiegogo kampánnyal megcsinálták a Sword of the Stars The Pit nevű játékot, ami a lehető legmesszebb állt a stratégiai játékoktól. Ami azért meglepő, mert hogy ők egy stratégiai játékot fejlesztettek, és erre csináltak egy 2D-s felülnézetes, ilyen roguelike játékot, aminek az volt ugye az ígérete, hogy választasz a játék kezdetekor 3 darab induló szereplőből, a tengerészgyalogos, a felderítő és a mérnök közül, és elindultok, hogy az emberiséget, az adott bolygón fenyegető járványt megállítsátok úgy, hogy a bolygó egy elveszett zsugában van, egy a gödörnek, The Pitnek nevezett földön kívüli idegen tudományos központja. És annak a mélyére, ha lejutnak, akkor meg tudják szerezni a járvány ellenszerét. Ezt a Szulka nevű lények csinálták ezt a laboratóriumot, ennek megfelelően ugye lehet, hogy magát a járványt is ők keverték ki, ki tudja. Tehát a hőseinknek le kell zúzni oda minden áron, és hogy mitől roguelike ez a cucc? Hát attól roguelike, hogy a amellett, hogy kinyírhatnak a rémek, ugye két dologra kell nagyon odafigyelned, az, hogy tele legyen a pocakod, meg hogy tele legyen az életerő csíkod, hogy az életerő csíkot azt a mindenféle rémek gondoskodnak róla, hogy mindenhogyan megoldják, hogy elfogjon, illetve mindenféle trükkös csapdákkal, és nem utolsó sorban a mindenféle egyéb betegségek, mérgek, és maga az éhezés is ugye tönkre teheti ezt a szép életerő csíkot. És az a dolgotok, mint általában a rúglákok, hogy el kell jutni valahogy, tehát 30 szintet végig kell menni, ami folyamatosan egyre nehezebb lesz. És hőseink, amellett, hogy hangzatos nevük van, hogy tengerészgyalogos, meg a felderítő, meg a mérnök, azon kívül mindegyiknek a játéknak a másik érdekessége, mindenféle külön képesség, készleteik voltak, tehát értelemszerűen a tengerészgyalogos az jobban tudott ütni, ugye a felderítő jobban tudott lőni, meg hamarabb észrevett dolgokat, míg ugye a mérnök meg sokkal könnyebben vett észre olyan dolgokat, meg oldott meg, amit ezek nem, tehát mindenféle elektronikus hibaelhárítás, zárnyitás, hekkelés, az összes ilyesmi dolog. Természetesen, amint látjátok, ahogy ez kinéz, teltek múltak az évek, amúgy kapott egy csomó újabb és újabb DLC-t, újabb és újabb induló karakterekkel, a nálam lévő Osmium Edition, ami nekem megvan, abban például van vagy 9 induló klassz, vagy 8, van olyan, ami még nincs meg. De az a lényeg, hogy jó sok van, és az a lényeg, hogy lefelé kell jutni, és még nekem nem sikerült, egyszer se teszem hozzá 30 szintet. Nem játszottam vele még túl sokat, mert egy időben nagyon unfairnek gondoltam, most, hogy a videó miatt elővettem, elképesztően aranyos, amúgy nagyon hangulatos, ugye fogták magukat ezt a világot, és gyakorlatilag ilyen nagyon egyszerű ikon ábrázolás módra
leegyszerűsítették a lényeknek a grafikáját. Az összes rémmel, amivel találkozunk, az mind-mind olyan dolog, ami amúgy magában a stratégiai játékban szembe jöhetett velünk, tehát nagyon jó pofa, főleg így, hogy ilyen tényleg stilizált grafikával készült. Úgy, az irányítás egy kicsit buta, hogy a G-gombot kell megnyomni, hogy fölvegyek dolgokat, tehát külön dombot, nem, gombot, nem az interact gombot, ami meg valamiért a space. Úgyhogy az elején nehézségeket okozott, amikor elővettem, hogy hogy tudok egyáltalán haladni, vagy bármit csinálni, de aztán sikerült. Szóval nagyon vicces, mert hogy gyakorlatilag a játékban mindenhol gyakorlatilag képességdobás dönt a felől, hogy mi történik, hogy eltalálod-e a rémet, nem találod-e a rémet, vagy ellenállsz a méregnek, vagy kitérsz a csapda elő, vagy pedig, hogy el tudod-e hárítani az üzemzavart, ami halálos csapdát, vagy egyéb környezeti változókat okoz. Tehát nagyon jó pofa, és egy elég jó cucc, tehát azért mondom, hogy aki szereti a roguelike-okat, szerintem valószínűleg már ismeri is egy kicsit, ha nem, akkor viszont lehet, hogy mondtam nektek egy ilyen oldie but goldie, ha jól számolom, 6 éves játékot, de amint tudjuk, 2019 van, és a thumbnailen nem igazán ez a grafika szerepelt, meg ilyesmi. Igen, mert az azért van, hogy végre kijött az Early Access-ből, amúgy nem is tudtam, hogy benne van a The Pit Infinity, tehát a gödör végtelen. A végtelen gödör, ez még szebb így. Ami a Kerberos stúdiónak a következő játéka, ami fogta ezt az egész The Pit koncepciót, tehát ezt, hogy roguelike, és hogy lefelé kell haladni folyamatosan, és átültette FPS módba, ráadásul co-op lehetőségekkel. A nálam lévő felvételen jelenleg nem láttok rajtam kívül senkit, mert nem volt szerencsém, amikor én ezt fölvettem. Találtam néhány lobbit, ami zárva volt, tehát én nem tudtam bemenni, én meg hiába csináltam egy teljesen publikus, nyitott lobbit, nem jött be senki. Viszont órákig elegendő anyag van, csak egy futásból. Először, hogy kipróbáljam, hogy működik egy marinnal, az 5. szintig jutottam, rögtön achievementet is kaptam. Ez a felvételen az engineer, tehát a mérnökkel sikerült a 7. szintig lejutni. Viszont a fő különbség a két játék között, amellett, hogy FPS nézet és co-op, hogy ez végtelen. Tehát itt tulajdonképpen minél lejjebb mész, annál jobb. Nem tudni, hol van az alja. Ez a store leírásban se találtam, hogy lenne limit, és tényleg nem jöttem meg rá, ráadásra 7-es szintén nem jutottam. Ott már elég nem felré vált egy kicsit a játék, de valószínűleg azért, mert én osztottam be rosszul az előmet. Mert a játék még így FPS nézetben is még mindig ugyanaz a gonosz játék, mint a felülnézetes nagy testvére, mert hogy ugyanúgy 3 karakterrel indulsz, mint annak idején a The Pit. Ugyanúgy ugye a haditengerész, a felderítő és a mérnök, de a fő probléma itt az, hogy minden FPS nézetben van. Tehát gyakorlatilag, amit ott lehetett látni a 2D-ben, hogy lehetett látni ezt a kört, hogy kb. Meddig látsz el itt, maga az FPS nézet, translate, tehát fordítja ezt le nekünk, tehát tényleg amerre nem nézel, arra nem látsz, tehát meg tudják csípni a popódat a rémek. És amúgy attól még, hogy lövöldözünk benne, mert FPS nézet, meg ütlegelünk, ugyanúgy képesség próbák fogják az cselekvéseket jelezni, tehát sokkal jobban sebez az, aki például marine, tehát a tengeri gyalogos, vagy a felderítő, aki még jobban tud lőni, de mivel a lőszerszám véges, így nem biztos, hogy az a legjobb, tehát lehet, hogy egyszerűbb inkább egy darab vassal menni előre és ütni, bár elég jó késekkel vannak felszerelve a srácok, és a későbbi szinteken használni lőszert, az valószínűleg jobb taktika, vagy az, hogy tényleg mentek amennyien csak lehet, hogy minél lejjebb jussatok, ugye, mert ezt is meg lehet tenni a játékban, hogy még pár emberre mentek, és akkor sokkal nagyobb esélyetek van, hogy lejuttok, mert akkor mindig lesz olyan feladat, amitre van valaki, aki jól megoldja, mint ahogy azt majd megoldom, hogy lehessen látni. Vannak ilyen helyzetek, amit eddig találtam,
hogy vannak ilyen kábelek, amikből elektromosság csap ki, és ez eléggé durván sebez, de még ilyen gonosz kábulást is okozhat, amitől nem tudsz rendesen célozni, meg mozogni, tehát célszerű elhárítani, és azt a tengerészgyalogossal nem tudtam megoldani, viszont a mérnökkel meg simán az odament, és kihúzta ezt a nagyra nőtt USB kábelt, úgyhogy azzal meg van oldva. A rémek tényleg ugyanazok, csak át vannak fordítva 3D-be, de még mindig nagyon jó felismerhetőek az előző játékból. A sziluettjük nem változott szinte semmit, úgyhogy tényleg akár messziről jól fel lehet. Meg a hangjuk is egész jellegzetes, az sem nagyon változott. Minden, amit lootolni kell, tehát az mindenféle szekrények, romlott szekrények, meg akármilyen felszerelések, az mind-mind olyan, mint amit a Depitben, a 2D változatban lehetett látni. Úgyhogy gyakorlatilag mondanám, hogy ennyi az egész, menjetek és játszatok vele, de szerintem egy kicsit kisebb pályákra van az egész azóta építve, és tényleg meg kell találnod az utat mindig lefelé. Van úgy, hogy például egy lyuk a padlón az, ami lefelé vezet, mert a lift az nem működik, mert tele van szeméttel. Aztán a másik, hát másik, tényleg a játéknak ez az érdekessége, hogy az egész át van ültetve FPS-be, és amúgy ahogy egyre lejjebb hatolunk, nekem ugye a 7-es szint környékén már megváltozott a környezet, nem ez az állandóan lánguló, rettenetesen romos hely volt, hanem ott már egy teljesen másik ilyen zöldes borítólemezekkel borított, ilyen teljesen, hát még nem teljesen, de már ilyen furcsa, idegen építészetű, ilyen sokkal tisztább labor volt, de viszont nagyon-nagyon sok ellentén volt, úgyhogy az derékba törte a próbálkozásomat, de nagyon sok időbe tellett, amíg ezt végignyomtam. Hogy egész sok játékóra van benne, tehát az, hogy az ember minél lejjebb megy, minél jobban beosztja az erőforrásait, azt szerintem, aki szereti ezeket a játékokat, az nagyon jól meg fogja tudni találni. Tehát az FPS skill az azért annyira nem kell abból a szempontból, hogy nagyjából a célkeresztet oda viszed, ahol a rén van, aztán lősz. És ha jobb klikket lenyomod, akkor ugye kicsit jobban hunyorog, és akkor sokkal pontosabban lő. De ennyi, mert attól még mindig egy dobás fogja eldönteni a háttérben a tűzfegyver használatától, ráadásul azon belül is, hogy puska vagy pisztoly fogja eldönteni, hogy mennyire jól tud sebezni. Természetesen a rémeknek a fajtája is meg tudja határozni nektek, hogy milyen szinten sérülnek, mert vannak olyanok, amiről például a pisztolylövedék egész jól lepattogzott, viszont egy jó éles késre meg föl lehetett hasogatni. Úgyhogy nagyon jó pofának találtam ezt a játékot amúgy. A grafikát azt amúgy, amint látjátok, Unreal, az új Unreal Engine-nek készült a játék, de azért nem vágja senki hanyat magát tőle. A főhős modellek sem a legszebbek a világon, de legalább teljesen egyben van a grafika minden része, úgyhogy ebből a szempontból művészetileg azért egész jó, de biztos vagyok benne, hogy azért lehetett volna ezt egy kicsit szebben. Nem tudom, miért döntöttek úgy, hogy kijönnek az Early Access-ből, nem biztos vagyok benne, hogy legalább egy grafikai polis még egy kör ráfért volna, meg nem vagyok benne biztos, hogy a generálásban az, hogy rögtön mindig azzal kezd, hogy 5 szinten keresztül ezt a lánguló feketeségbe mászkálsz, ez azért annyira nem volt szerintem vicces. Lehetett volna akár pár ilyen teljesen elhagyatott folyosó is, meg ilyenek, hogy nem az, hogy mindig minden ég. De ennyi, így jött ki. Ennek megfelelően nem is került túl sokba, 16 euróba, 17-be. Úgyhogy tulajdonképpen az ár érték aránya alapján egész olcsó rugláknak számít, és amúgy egész kompetens a maga módján, viszont az nézetből adódó elvárásokhoz képest szerintem sokkal lassabb, mert ugye az ember azt gondolná, hogy akkor FPS-ben nagyon jól lát a mindenféle mozgásokkal, meg legugolással, pontos lövéssel bármit okoskodni, de annyira nem. Tehát gyakorlatilag a beleélés segíti egy kicsit jobban az az FPS nézet, mint hogy magát a harcot teszi izgalmasabbá.
És annyi a egyik fő változás tényleg a játékkal szemben, hogy itt már nem körös, hanem itt mész, és nyomod, és mindenki mászkál, amerre ő akar, a saját tempójában. Úgyhogy így ez a The Pit Infinity, ami a Sword of the Stars The Pit-nek a új folytatás, ami most jelent meg 2019-ben. Remélem tetszett, és hamarosan majd megint valami érdekességgel jelentkezem. Sziasztok, pápá!